Serlegek az asztalon, díjazásra váró futballisták a közönség soraiban. A Continental arénában tartották meg a nyíregyházi városi kispályás bajnokság hagyományos idényzáró rendezvényét. Mint Dajka László elmondta, a nehézségek ellenére is elégedetten tekinthetnek vissza az elmúlt hónapokra. Fantasztikus éven vagyunk túl, hiszen 1200 mérkőzést játszottunk le a bajnokságba, még a olyan okok miatt is, hogy a stadioni beruházás zajlott, eléggé komoly kötéltáncot kellett néha járnunk, viszont az időjárás is többször megtrifált bennünket volt, amikor 45-50 mérkőzés volt elmaradva az eső miatt, de ezeket is be tudtuk pótolni, hiszen van még egy kis műfűves pályánk is, aztán korábban későbben visszakaptuk az ABC pályát is, tehát így gyakorlatilag június közepére be tudtuk fejezni a bajnokságot, és 14-én már a Szuperkupa döntőt is le tudtuk bonyolítani 12 csapattal. A Szuperkupát a Fáraó bútor csapata nyerte, a bajnokságban pedig a C csoport győztese lett a Kormány Zoltán által vezetett együttes. A C csoportban Rajábis néven indultunk, ez az úgynevezett junior Fáraó. Itt vannak benne több fiatal játékos is, de nagy többsége az öregek alkotják, hát azt mindenképpen meg szerettük volna nyerni. Igazából vereség nélkül, de sajnos egy vereségbe csúszott, a többit az sikerült megnyernünk. Az elmúlt évben nemzetközi szinten is megmérettette magát egy csapat a nyíregyházi kispályás bajnokságból, idén pedig már több együttesnek lesz erre lehetősége. A Rajábis Fáraó bútor vegyes csapata szerepelt Hajdúszoboszlón az országos szuperkupa döntőn, itt már nemzetközi megmérettetés volt, hiszen volt előtte is elejtező, ahol tovább jutott Kormány Zoltán csapata, és nagyon jó tapasztalatok voltak. Látták a Minifutball Magyarországi Szövetségnek a vezetői, hogy milyen színvonalas bajnokság zajlik nálunk a Decathlon Konyhaműben, Nyíregyházi Sportcentrum városi bajnokságba. Ezért olyan ajánlatot tettek, hogy a terembajnokság szuper döntőse, hát a szuper bajnok, az A csoportnak a bajnoka és a második helyezettje, illetve az itteni szuperkupa győztes, a szabadtéri szuperkupa győztes, és az öregfiúk első osztályból, itt a Jumbul korona nyert, a Jumbul korona volt az első, az öregfiúk első osztályban ők részt vehetnek szintén a Hajdúszoboszlón megrendezésre kerülő úgymond nemzetközi tornán. A következő szezon augusztus 14-én rajtol. Előtte azonban még a július 20-án kezdődő Sóstói Strandfoci Fesztiválon lépnek pályára a kispályás foci szerelmesei.